Sziasztok! A mai fogásunk a kínai kung pao csirke lesz. Először is vegyük sorra a hozzávalókat. Kelleni fog nekünk 3 csirkecombfilé, szójaszósz, gyömbér, 3 gereszt fokhagyma, 8 g keményítő, 3 szál újhagyma, hojszínszósz, 80 g földi mogyoró, 1 kaliforniai paprika és szecsuán bors. Első lépésként kockázzuk fel a csirkecombfiléket. Pálc gyanánt adjunk hozzá 10 g szójaszószt, és pár evőkanál Shaoxing rizsbort. Ez elhagyható, tudom, nem kapható minden sarki boltban. Tegyük félre pihenni a csirkét a hűtőbe, míg elkészítjük a szószt és a zöldségeket. A szószhoz egy tálban keverjünk el 50 ml vizet, nyolc gram keményítőt, tíz gram szójaszószt, és két evőkanál hojszínszószt. Ezt lehet helyettesíteni barbecue szósszal. Ha ezzel is megvagyunk, akkor aprítsuk fel a fokhagymát és a gyömbért. Karikázzuk fel az újhagymát, a zöld végét csíkozzuk fel díszítésnek. Gyors mozdulatukkal vágjuk fel nagyobb darabokra a kaliforniai paprikát is. Egy mozsárban vagy őrlőben zúzunk össze kb. 15-20 szem szecsuán borsot. Egy serpenyőben forrósítsunk fel egy kanál olajat, majd adjuk hozzá a gyömbért, a fokhagymát és a felkarikázott újhagymát. Egy-két perc múlva mehet is utánuk a csirke. Néha kavarjunk rajta egyet, majd adjuk hozzá a szecsuán borsot. Ha jól dolgoztunk, 7-8 perc alatt megsül a csirke közepes fokozaton. Ezután jöhet bele a paprika, a mogyoró, és a szósz. Érdemes a szószt előtte egy kicsit felkeverni, hogy a leülepedett keményítő és a serpenyünkben kössön ki. Ha kevésnek találjuk a szószt, adjunk hozzá még 1-1,5 deci vizet, ízlésünknek megfelelően. Egy-két perc kevergetés után ilyen sűrű cuccost kell kapjunk. El is készültünk. Fogyaszthatjuk akár magában is, de tálalhatjuk egy tájházmérésre is.
Jó étvágyat! A pontos receptet megtaláljátok a leírásban, találkozzunk a következő videóban.